azokat a halacskákat horgász ki a tóból, amiknek az értéke egy. Játékos feladat közben tanulják meg a sakkszabályait a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének első bései. Az osztályban tanító pedagógusok az elmúlt tanév végén ismerkedtek meg azzal a logikai gondolkodással és az erre épülő programmal, amit Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női sakkozója dolgozott ki. Elvégeztek egy 30 órás továbbképzést, ahol megtanulhatták a sakkhoz kapcsolódó pedagógiai módszereket, ettől a tanévtől pedig szakkör keretein belül ismertetik meg a pedagógusok az elsősöket a táblajáték szabályaival. A program lényege, hogy a sakkot használjuk a tanítási órák során. Ez egy eszköz a mi kezünkben, amit arra használunk föl, hogy a tananyagot sokkal mélyebben, sokkal játékosabban, egy picit más formában mutassuk meg a gyerekeknek, és ezáltal fejlődik a gondolkodásuk, a kreativitásuk. Egy picit stratégiát is tanítunk nekik, előre gondolkodást, de a játék talán a legfontosabb. Az ezzel a módszerrel tanuló diákok megszokták, hogy a sakk mindennapjaik részévé vált, lépéseit, logikáját a magyar, a matematika, az ének és rajzórákon is alkalmazni tudják. A gyerekeknek 6 hónap elteltével már természetes az, hogy sakkoznak az iskolában. Azért jó a sakkjáték, mert fejleszti az agyunknak, és nagyon jó játszani vele, és jól szórakozunk. A sakk bizonyítottan fejleszti a kicsik logikus gondolkodását, de személyiségük is fejleszthető általa. A sakk segítségével oktatott diákok toleranciára és fegyelemre nevelhetőek, empatikus készségük pedig jobb, hiszen szó szerint megtanulják megvárni, amíg a másik lép. A 2015-16-os tanévtől az iskola beépíti pedagógiai programjába a sakkpalota programot, amivel a szülők március 19-én 16:30-től ismerkedhetnek meg az iskolai bemutató foglalkozáson.